Szeretettel köszöntöm a vonalban Mészáros Istvánt, aki ügyvéd és a Szent Pál Akadémia rektorhelyettese. Szervusz István! Szervusz Katalin, és köszöntöm a tisztelt hallgatókat! Az országgyűlésben felmerült, hogy a készpénz védelemre szorulna, nem is akármilyen védelemre, hanem alkotmányos védelemre. Ez történetesen a Mi Hazánk képviselőjétől származott, és elfogadásra talált a miniszterelnöknél, Orbán Viktornál, mondván, hogy valóban ez egy fontos kérdés. Lehet, hogy furcsa, hogy mondjuk akár egy ügyvédi minőségben, akár a Szent Pál Akadémia minőségében vajon miért a pénz kérdésében kerestünk meg téged, ám ennek olyan alapelvei vannak, amit nem véletlenül választott meg maga a miniszterelnök sem, hogy valóban ezzel érdemes foglalkozni, és nekünk is érdemes vele foglalkozni, mert nagyon sok kihatása van annak, hogy a pénzzel kirendelkezik. Milyen alapelveket kell figyelembe venni, amikor készpénzről van szó, illetve milyen másféle pénz van, ami helyett a készpénzt szeretnék védelmezni? Hát kardinális kérdésről van szó, rendkívül örülök, hogy ilyen szinten merült föl a kérdés, és hogy alkotmányos védelem lehetőségét hát vetették föl. Ezzel kapcsolatosan nagyon remélem, hogy ez végre is fog menni. Ugye láthatjuk, hogy világtrendé válik a pénzügyi digitalizáció, és a készpénz használat visszaszorulása az elektronikus fizetésekkel szemben. Sőt, hát ugye arról is szó van, és tapasztalható, hogy a magának a készpénz használatnak a kivezetésének a kérdésével is komoly szinten, tehát az Amerikai Egyesült Államokban, vagy Kínában, vagy magában az Európai Unióban is, ha jól tudom, a központi bankban is foglalkoznak, fölmerült ez a kérdés. Hát ugye a tulajdonjognak az évezredes alapjait érinti ez a kérdés, mert elválaszthatatlan a pénz személyes birtokban tartható formájától a tulajdonjog. Ugye régen pénzérme, aztán bankjegy, most összefoglalóan készpénzként hívjuk azt a pénzformát, amit személyesen birtokban tudunk tartani, és úgymond azt tehetünk vele, amit szeretnénk, és ezt senki nem befolyásolhatja jogszerűen. Ugye a kérdés arról szól ilyen módon, hogy tulajdonképpen kié a pénztárcánk, ki rendelkezik a pénztárcánk fölött, megmarad-e a pénztárcánk tényleges birtokban, személyesen birtokban tarthatónak, vagy virtuálissá válik, amiben ilyen módon mások is tudnak, szabad ezt kifejezést használom, kaparászni. Úgyhogy nagyon is jogos a fellépés ennek a védelmére, a készpénz védelmére és megőrzéséért. Helyesnek tartom, hogy alaptörvénybe emeljék, alkotmányos védelem szintjére emeljék, ebben részesítsék. A bibliailag is rendkívül helyes a tulajdonjog védelme az ember teremtésével egyidejű, elidegeníthetetlen joga Ádámban és Évában minden egyes embernek, hiszen mindannyian ugye tőlük származunk, a személyes tulajdona, és ennek a védelme, tehát bibliailag is rendkívüli módon támogatandó, és tulajdonképpen Bibliától függetlenül is, tehát a pusztán a tulajdonhoz való jog törvényi alkotmányos szabályozása, alkotmányos védelme alapján is támogatandó az elképzelés, és remélem, hogy végre fogják hajtani.
Mi a gond a bankban elhelyezett pénzzel, vagy a digitálisan felhasználható pénzzel? Mindenki inkább errefelé tendálna, hogy egyszerűsíti elvileg az életet, valami, az, hogy kártyát használhatunk, és nem kell magunknál hordani a pénzt, illetve hát a bankok is lebeszélnek arról, hogy a párnacihában őrizzük, tehát a saját pénztárcánkban. Akkor mi ebben az anomália? Hát akkor egy kicsit távolabbról kezdeném, nézzük magát a tulajdonhoz való jogot, hogy mit jelent. Hát ugye azt tudjuk, hogy ez a Magyarországon is alkotmányos alapjog, sőt mindenütt a civilizált országokban. De a tulajdonjognak a lényeges tartalmába több részjogosítvány tartozik bele. Ilyen a birtoklásnak a joga, a használat vagy hasznosítás jogosítványa, és a vele való rendelkezésnek a jogosítványa. Hát ezek nélkül, a részelemek nélkül, tehát a birtoklás, a használat, a hasznosítás, a rendelkezés jogosítványa nélkül relativizálódik, kiürül maga a tulajdonjog. Most nézzük pénz esetében, hogy van ez. Ugye a pénznek, a pénz az maga egy általánosan elfogadott csere, illetve fizetési eszköz, ahogy szokták mondani, de minden mellett maga is érték, hiszen értékőrző és érték óvó szerepe van, tehát önmagában is tulajdon képez, minden, ami kapcsolatos vele, a tulajdonjogba vág. Na most a pénznek a formái, azok meghatározzák azt, hogy ezt a tulajdonjogot, ennek a részjogosítványait tudjuk-e, és milyen módon használni. Ugye pénznek a klasszikus formája a készpénz, ami ugye a bankjegy, régen pénzérme, és van egy másik formája, több másik formája van, de most amiről beszélünk most, az a bankszámla pénz, vagy az elektronikusan nyilvántartott pénz, vagy ahogy szokták egyre inkább nevezni, a digitális pénz. Most a kettő között óriási különbség, hogy a készpénz az közvetlenül birtokolható. E fölött érvényesíthető teljesen a tulajdonjog, ami azt jelenti, hogy azt és akkor tehetünk vele, amit és amikor ugye szeretnénk, és arra és olyan mennyiségben használhatjuk, amire csak akarjuk, ennek keretet csak a mennyisége szab, amennyi pénzünk van. Na most ezzel szemben a számlapénz, vagy most már egyre inkább digitális pénzről is beszélnek, afölött már ott van maga a számlakezelő, aki ezt kezeli, illetve maga a kibocsátó is, hogyha úgy kibocsátják, mint a szép kártyára például helyezett összegeket. Tehát a számlapénz vagy digitális pénz fölött, tehát már nem mi rendelkezünk teljességgel, hanem azt nagyon is befolyásolni tudja a kibocsátó és a számlakezelő a felhasználását illetően, hogy milyen cél felé terelje, milyen céloktól terelje el, hogyan tudja befolyásolni előnyök, azaz kamatok kilátásba helyezésével az általa kívánatosnak tartott cél, illetően hátrányok, azaz költségek kilátásba helyezésével a kevésbé kívánatosnak tartott célokról való lebeszélés, eltanácsolás érdekében, durvább esetben mennyiségi korlátok bevezetésével, hogy mennyi használható belőle a nem kívánatos célra, és a legdurvább esetben, mint láttuk például nemrégiben a COVID alatt a kanadai kamionos strike kolók esetében a pénzszámlák zárolásának a elrendelésével is. Tehát összefoglalóan a számlapénz vagy a digitális pénz az lehetővé teszi azt, hogy a kibocsátói, illetve a kezelői irányíthassák az ember pénzügyi magatartását, vagy akár a céljait, tehát azt is lehetne mondani, hogy programozhatóvá válik ezáltal a pénz, a kibocsátó vagy a kezelő által. Ugye említettem a szép kártyát, ugye ennek vannak zsebei, hogy mire, mennyit és meddig lehet használni. Na most ezek speciál a szép kártyánál jó célok,
De ilyen alapon bármit meg lehet határozni, ha ez válik általánossá, az ilyen típusú pénzkibocsátás és pénzkezelés, bármi, amit a kibocsátó csak akar, blokkolhat, amit meg akar elérni, az a fele úgymond ösztönözhet idéző elbetéve, tehát viselkedés szabályozásra lehet felhasználni, és tulajdonképpen egy viselkedési technológiát lehet bevezetni általa. Na most mindaddig, ameddig párhuzamosan van készpénz, és nincs korlátozva, hogy mennyit lehet fölvenni belőle, vagy felhasználni, addig van egy ellensúlya ennek a nem kívánatos magatartásnak, amit az előbb fölvázoltam, a számlapénz és digitális pénzzel kapcsolatosan, hiszen amíg van készpénzünk, addig azt birtokba vehetjük bármikor, közvetlenül birtokolhatjuk, szabadon használhatjuk, mentesíthetjük a központi irányítás meg a kontroll alól, amivel gátat tudunk szabni, ellensúlyt tudunk képezni a számlakezelőknek, és ha ők meg akarják őrizni a pénzünket a számlán, hogy valamilyen módon ők is használhassák. És amilyen arányban kerül át a pénzszámlákra, amilyen arányban digitalizálódik a pénz, olyan arányban virtualizálódik a mi számunkra, és olyan arányban kerül a tényleges birtoklás használat rendelkezés a kibocsátóhoz, vagy a számlakezelőhöz, és ilyen arányban ürül ki, és válik ténylegessé a tulajdonjog. Jelesül nő a kiszolgáltatottságunk, és programozhatóvá válunk elvileg, válhatunk ezáltal. Tehát ténylegesen a kérdés arról szól, hogy a pénztárcánk tényleges legyen, vagy virtualizálódjon. És hát én és sokan mások is nagyon örülök, hogy maga a miniszterelnök úr, és ezek szerint a kormányzat is azt támogatja, hogy maradjon a pénztárcánk tényleges. Tehát itt akkor nem is egyszerűen arról van szó, amit a bankok szemére szoktak vetni, hogy részesedést kapnak, felszámolnak költségeket, hanem arról van szó, hogy egyfajta pszichológiai befolyásolás is megvalósulhat benne, vagy akár a demokrácia sem véd meg attól, hogy nem csak pszichológiailag, hanem egyszerűen a költést befolyásolják. Hát bizony erről van szó. Ugye már az is tapasztalható a mai világunkban, hogy a bankszektor, illetve hát ezeknek a irányítói egyre visszásában viszonyulnak sajnos a pénzünkhöz. Hát ugye szinte már mi fizetünk azért, hogy a pénzünk náluk legyen, és egyre több fajta jogcímen, miközben a betéteinket és a számla pénzeinket egyre ellenőrizhetetlenebbül lehet használni, és már alig fizetnek érte kamatot, és csak annyit, amennyit maguk döntenek el. Inkább a kamatok helyett a befektetések felé igyekeznek terelni az elhelyezett pénzeket, az pedig, hogy mibe fektetik be, már ők döntik el, mi meg választhatjuk, hogy elfogadjuk-e vagy sem, de mindaddig, ameddig van készpénz, addig ugye van választási lehetőségünk, ki tudjuk venni, és ezzel tudjuk korlátozni a másik oldalon a felhasználást, meg a célokat. De már most is tapasztalható, hogy szinte megfordult a korábbi klasszikus arány, hogy a lakosságnak egyre inkább, tehát költséges a klasszikus módokon a pénzt ott tartani, de újra mondom, amíg van készpénz, addig ki lehet venni, és ezer önmérsékletre lehet szorítani a másik oldalt. És a másik, ami ehhez tartozik, ugye, hogy a bankszektornak, meg a globális pénzoligarchiának nyilvánvalóan az érdeke, hogy minél nagyobb mértékben vonják a hatalmuk alá, a rendelkezésük alá az embereknek a pénzét, és ebben
tulajdonképpen egy érdekközösség is elvileg létrejön azokkal a kormányzati programokkal, amelyek meg jogosan érthető módon a pénzmosás lehetőségének a szűkítését célozzák, vagy ugye a nemzetközi terrorizmus finanszírozásának a megakadályozását szorgalmazzák, és akkor az érdekközösségre lelnek még az embereknek mert valljuk be, vannak kényelmi szempontjaink, sokkal kényelmesebb és biztonságosabb tulajdonképpen egy kártyát használni, mint készpénzt vinni magunkat, tehát vannak jogos kényelmi szempontok. Tehát ilyen, ezen a közös, tehát egyfajta közös nevező teremtődik meg, ami utat készít ennek a típusú központosításnak, és akkor minél inkább központosításra kerülnek a dolgok, a pénzkezelők és a kibocsátóknak egyre nagyobb lehetőségük van a saját szempontjaikat, akár politikai értékrendig terjedően is érvényesíteni a pénzkezelésük közben. És akit esetleg meglep, hogy a Bibliának egyáltalán van bármilyen mondani valója a pénzről, talán még inkább meglephet az, hogy van-e mondani valója mondjuk a digitális pénzről, vagy a központosításról, de akkor ezt a kérdést föl is tenném neked, hogy ilyen értelemben is érdemes ezen gondolkozni, vagy ezzel foglalkozni. Hát mindenféleképpen érdemes, mert a Biblia ismerő emberek tisztában vannak azzal, hogy ez a trend, amiről beszélünk, ez a bibliai eszkatológia alapján hova vezet egy egyre inkább központosuló, végül is egy teljesen központi irányítás alá kerülő világrendre, ahol tulajdonképpen, most egy kicsit durva kifejezést fogok használni, rabszolgává válnak az emberek, ugye a Biblia, eszkatológia, tulajdonképpen a római birodalomnak a feltámasztásáról szól, tehát az újra való megjelenéséről, nyilvánvalóan modern formában, és ne felejtsük el, hogy azért az egy rabszolgatartó birodalom volt, amiben az emberek sokasága ki volt szolgáltatva. Ugye ma nem használják a rabszolga kifejezésre, helyett bejöttek humanizált kifejezések, például a humán erőforrás, meg hasonló dolgok, amit persze akik alkalmaznak, nem ilyen szemszögből, nem ilyen megfontolásból alkalmazzák, csak hát ugye afele tendál a világ, hogy újra mondom, a pénztárca fölötti hatalomról van most szó, és ezért fontos megőrizni a hatalmat, megőrizni a pénztárcáinkat a virtualizálódástól, mert mindaddig tényleges pénztárcáról van szó, addig azért van szabadság. A tulajdon és a szabadság elválaszthatatlanok egymástól. Nem véletlen az 1848-as forradalom előtt is egyik jelszó volt a szabadság és tulajdon, a kettő szétválaszthatatlan egymástól, a tulajdon pedig szétválaszthatatlan magától a pénznek a ténylegesen birtokban tartható formájától. Egyébként óriási biztonsági kockázattal jár már önmagában is a pénzügyi digitalizáció. Tehát újra hangsúlyozom, hogy ugye a Biblia egyértelmű benne, hogy az embereknek a tulajdonhoz a megszületésüktől fogva joguk van, és ennek a korlátozása, ennek az elvétele az tiltottan elopja bibliai parancsolata alapján is. Az már az ő felelősségük, hogy ezt a tulajdont mire használják föl, ez közvetlenül az ő felelősségük, de ezt a felelősséget elvenni tőlük nem lehet. Ugye ezért is erkölcsi lény az ember, mert van szabadsága jó meg rossz döntéseket hozni és viselni ezeknek a következményét. A biztonsági
szempontokat is figyelembe kell venni mindezen kívül, ugye, meg hát egyrészt azáltal, hogy az embernek a pénze kihelyeződik, tehát egy számla kezelőnek a kezébe helyeződik ki, innentől fogva a digitális személyazonosítás sem nélkülözhető, mert a digitalizált pénz felhasználásához hozzá kell kapcsolni a magát a szemét a digitalizált személyazonosságával, és minél nagyobb mértékben terjed el a készpénzen kívüli pénzforgalom, a pénzkezelő annál inkább átlátja az illetőnek az életét, a szokásait, a pénzfelhasználását, vásárlását, költését, és minél inkább ez központosítódik, annál inkább ellenőrizhető lesz az illető a központ által. Ugye Kínában vannak erre vonatkozó törekvések, de én úgy gondolom, hogy az embernek a szabadságához hozzátartozik az, hogy arra költsön, amire ő szeretne, és ezért saját erkölcsi felelősséget viseljen. Tehát az ellenőrizhetőség is, a kontrollnak a kérdése is erőteljesen megjelenik itt. Minél inkább központosítható a pénzfelhasználás, annál jobban vissza lehet élni az ellenőrzéssel. A másik dolog a biztonsági kérdések, ugye a digitalizáció egyre inkább kiszorítja a klasszikus papíralapú ügyintézéseket, hát ugye különösen az emberek tudnak elkényelmesedni ezen az oldalon, leszoknak a papíralapú kimutatások megküldetéséről, ezeknek a elraktározásáról, összegyűjtéséről, és hát ez elvezethet odáig, hogy egy elektronikai zavar, gondoljunk bele, milyen beláthatatlan következményekkel járhat, akár kitörlődhetnek, eltűnhetnek, rekonstruálhatatlanná válnak az adatok, és hát ugye ennek lehetek objektív okból bekövetkező elektronikai zavarok, de ezeket elő is lehet állítani, lehet támadás visszaélésnek a következménye is. Tehát rendkívül sok kockázattal jár a készpénznek a korlátozódása, kiszorulása. Ugye addig, ameddig azt bármikor ki lehet venni, addig még van lehetősége az embernek arra, hogy ne váljon ilyen elektronikai zavaroknak az áldozatává, tehát erre is van lehetőség. Tehát mindenféle szempontból, szabadság és biztonság szempontjából, és a mindenféleképpen fontos magas szintű tulajdonjogi védelemben részesíteni a készpénz használatot, ennek a lehetőségét. Tehát összességében nagyon fontosnak látom, hogy biztosítsák a készpénz használat jogát és a készpénz elfogadásának a kötelezettségét, mégpedig nem is akárhogyan, hanem korlát nélkül. Ebbe beletartozik a készpénz felvétel lehetőségének a biztosítása is, sőt a bankoknak a kötelezése a készpénzforgalom biztosítására. Hangsúlyozom, hogy ez természetesen nem jár a digitális fizetésnek, nem a digitális fizetés ellen beszélek, annak a kiiktatása ellen beszélek, azt is nyilván biztosítani kell, de mint lehetőséget, tehát nem a készpénz használatnak a rovására, a készpénz használat szabadságát meg kell őrizni, mert ez sarkalatos része a tulajdonjog gyakorlásának.
Tehát mindezt annak a margójára kérdeztem, hogy milyen hasznos az, hogy felmerült ez az alkotmánymódosítás, és nagyon köszönöm ezt a részletes beszámolót Mészáros Istvánnak, köszönöm, hogy ránk szántad az idődet. Köszönöm szépen én is, viszont hallásra, viszont látásra.